el lehet kergetni egy egyetemet, de naivitás azt gondolni, hogy az ott megjelenő gondolatoktól is el lehet zárni a magyarokat, mondja Jeszenszky Géza. Stúdiónkban az egykori külügyminiszter. Így van, jó estét kívánok, tiszteletek, köszöntöm. Szép jó estét. Engedjen meg annyit zárójelben a kedves nézőknek, hiszen követik az adást, és ígértem, hogy beszámolunk arról, hogy mi történik a két fiatalember, Ulyás Márton és Varga Gergely ügyében, hogy most vonult be a terembe a bíróság, következésképpen nem sokára jön az ítélethirdetés, és nyilván meg fogják nálunk tudni, és remélem még az adásunk során, hogy mi történik ott. És akkor vissza a mi témánkhoz. Azt mondja, hogy vállalhatatlan lassan, amit ez a kormány művel. És nekem az jutott eszembe, hogy megkérdezem öntől, hogy hova lett az az ország, amit elkezdtek építeni. Antal József, Csengei Dénes, és sok-sok olyan ember, gondolkodó ember országa, akik azt hitték 1990-ben, hogy na majd most. Hát egyrészt meghaltak sokan, sajnos. Másként megöregedtek velem együtt. Na de az eszme. Elmen. De hát az ő eszméjük. Hát az eszmék azok ő szerintem élnek, mindenképpen a nálam pár évvel fiatalabbakban is, akik ezeknek az éveknek, amit én szeretek Arany János után daliás időknek nevezni, annak a résztvevői, és nem csak akiknek a neve ismert, hanem akik ott voltak. Én rengeteg kitűnő embert ismertem meg az MDF-ben, vidéken. És hát én remélem, hogy még azok elég sokan élnek. A probléma az, hogy itt mennyi csalódás érte a társadalom egészét is, mennyien ábrándultak ki, és hát persze vannak, akiket megvettek, mert az ember esendő. Aki ott ül, a régiek közül, őt megvették? Hát ugye, én most nem akarok nevekre beszélni, nyilván nem fogok itt neveket mondani, de minden esetre, és ez talán csúnyán is hangzik, de nem csak úgy lehet megvenni valakit, hogy Judás pénz, hanem bevonjuk valamibe, és aztán egyre kellemetlenebb dolgokat is kell vállalni, nagyon nehéz kiszállni. Pláne, hogyha valaki már jó pár éve a politikában van, egy orvos például, hát nehezen tud visszamenni a műtőasztalhoz, de hát másoknál is így van. A 94-es váltás után is az volt, hogy sok kitűnő, tisztességes MDFS képviselő nagyon nehezen tudott visszatérni a civil életbe. Tehát mondjuk ez is egy számít. Aztán pláne ugye a jövedelmek ma, a politikában is, meg hát az állami igazgatásban is sok olyan magasak a jövedelmek a többihez képest, most nem a világszínvonalhoz képest, hogy megint azt vállalni, hogy egy az életszínvonalon a felére csökken, ez is ott tartja az embereket. Na hát ön is nagyköveti állásról mondott le, mert úgy érezte, hogy ez nem megy tovább. Igen, hát ugye a nagyköveti állás az azért egyrészt véges, azon kívül erkölcsi tényezők is vannak, úgyhogy... Azt nem szokta számon kérni a régi barátokon, az erkölcsi tényezőket? Hát az a baj, hogy az embernek nem csak az életkor előre haladtával csökkennek a barátok száma, hanem egyre vannak, akikkel az ember nem is nagyon akar találkozni. Én mondom, én mindenkivel szívesen beszélek, de hát a feleségem szokta mondani, hogy 94-ig rengeteg új barát volt, aztán azok egy része 94 után átment az utca másik oldalára, hogy ne kelljen találkozni, aztán 98-ban újra. Szóval az ember azt látja, hogy a tartás az nem elég. És hát én, mint történész, egyik hősöm, Bajcsi Zsidinszky Endre, ő a halála előtt politikai végrendeletében azt mondta, hogy legyen gerincesebb a magyar. Hát hiába mondta szegény. Hát ezt még sokszor sok mindenkinek el kéne mondani, azt hiszem. Azt mondja, hogy vállalhatatlan. Miért pont most vállalhatatlan akkor? Mert mit lépett át? Milyen határt? Én azt hiszem, hogy olyasmit mondtam, hogy egyre nehezebben vállalható megfogalmazást. De az ön számára már korábban is az volt, tehát azért ezt én így beleértem engedelmével. Igen. Hát egyrészt az ember még nagyon sokáig, mikor már úgy kiábránduló, akkor is azt remélik, hogy vissza lehet fordulni egy útról. És éppen azért is próbál felszólalni. Akár itt én ugye igyekeztem a külpolitikára redukálni az én megszólalásaimat, és ott azért még könnyebb váltani. Amikor a belpolitikában is az ember azt látja, hogy a rendszerváltozás értékei sérülnek komoly mértékben, akkor az ember azt látja, hogy mindenki már fut a pénze után. A kormány is, és hát a társadalom pedig lehet, hogy változást akar sok mindenki, de hát hány ember van, aki, meg fogalma sincs, hogy mi történik. Hány ember van, aki valami módon érdekelt a mai helyzete
föntartásában. És hát ugye ma már azért nem annyira divatos, talán fellengzősen is hangzik az, hogy hát mi lesz a hazával. De azért, ha valakinek utódai vannak, mégpedig hát azért legtöbbünknek szerencsére vannak utódai, gyerekei, leszármazottai, unokái, annak nem lehet közömbös. Akinek az élete véges, és nincs semmi, utána, tehát nem legfeljebb a túlvilágban reménykedhet, annak talán könnyű azt mondani, hogy nem érdekes, hogy mi lesz. Vagy pedig aki a külföldet választja, aki itt hagyja a hazát. De hát azért nagyon sokan voltunk, akiknek módjuk lett volna valamikor elépni 89 előtt, és azért maradtak itt, hogy ha nem ők, akkor az utódaik egy olyan országban éljenek, amiről a nagy magyarok is mindig álmodoztak. De ez az esély, ez most elúszni látszik? Úgy soha érzi? Nem. Én egyrészt nem vagyok fatalista, és nem vagyok determinizmus híve mondjuk a történet szemléletben. Tehát mindig van kiút, és mindig rengeteg válasz, váratlan eseményt hoz a történelem. Akár csak ezt a CEU ügyet is. Hát ezt a kormány kereste magának, hogy az egész világon ilyen felháborodás váltson ki. Én azt mondtam pár napja, hogy a rendszerváltozás óta nem volt olyan esemény, ami ennyire negatív világvisszhangot váltott ki volna ki. De aztán belegondoltam, hogy a Kádár-féle terror volt az utolsó, amit a világ úgy elítélt. Na most ez nem azonos, és Isten mentsen, hogy valaki számon kérje rajtam, hogy azt mondom, hogy itt jönnek a fekete autók és elviszik az embereket. De az, hogy milyen sok ember, és itt nem jobb oldal meg bal oldal van, és nem csak tudományos élet és Nobel-díjasok, hanem ez egy csepp a tengerben. Itt a CEU egy viszonylag kis pont, de az, hogy ilyen ostoba lépések történnek meg, amiknek biztos volt, ha bárki felelős, és hát aki mer tanácsot adni, és nem meri a véleményét elhallgatni, csak azt mondta volna, hogy ezt nem szabad csinálni, vagy nem érdemes csinálni, még hogyha be is jön, ha eltűnne a CEU, hát túlélne az ország, de a visszhang még rosszabb lenne, és azért ezek megmaradnak, és mindig számon kérhetők a ballépések. Hát igen, csak ugye van az a fajta kombináció, hogy, és nem tudom, ezzel egyetérte, vagy találkozott-e vele, hogy ez egy szándékos provokáció volt. Egyrészt, hogy a gőz most menjen ki, ne 2018 elején, essünk túl rajta, mondják el a magukét, aztán menjenek szépen haza. Másrészt érdemes tesztelni azt, hogy meddig lehet elmenni, most kiderült, hogy eddig nem lehet, és az is kiderült, az amerikai kormány bizony ebben nem lesz partnere a magyar kormánynak. Ez már a külpolitikai része, erre mindjárt visszatérünk, mert ez egy nagyon izgalmas vonal ennek az ügynek, de azt el tudja képzelni, hogy van annyira cinikus az Orbán kormány, hogy azt mondja, hogy 17-ben kiengedjük a gőzt, csináltatunk egy nagy balhét, hogy lenyugodjanak? Hát amit a közvélemény sokszor, vagy az elemzők el tudnak képzelni, a valóságban soha nem annyira profán, vagy soha nem annyira éles, tehát most már itt ritkaság, vagy nincsenek olyan politikusok, mint a Shakespeare-nél harmadik Richard, aki egy ponton azt mondja, hogy én elhatároztam, hogy gazember leszek, és hatodik, ha szakad, végrehajtom azt, ami tudjobb, hogy erkölcstelen, de hát eredményes lehet. Tehát ilyen nincsen, tehát én nem hiszem azt, hogy ezt ilyen módon mérik föl. De ugye ott vannak tanácsadók, akik azt mondják, hogy hát essünk túl a nehezén, de hát ezen túl kellett esni? Szükség volt. És túl vagyunk-e a nehezén? Mert persze ez már a jóslás kategória. Egy pillanatra hadakasztam meg a beszélgetésünket egy tényhírrel. Ítéletet hirdetett a bíróság a két fiatalember, Gulyás Márton és Varga Gergely ügyében. Mindketten bűnösök, mindketten társtettesként követték el azt, amit elkövettek, tehát ez egy garázda cselekedet volt, mondtak a bíróság, tehát garázdaság, és Gulyás Márton 300 óra közérdekű munkát, és Varga Gergely 200 óra közérdekű munkát kénytelen elvégezni, amennyiben nem végzik el, akkor a fogházbüntetés vár rájuk, gondolom a közérdekű munkát fogják választani, mi pedig majd elpróbáljuk elérni őket is, illetve az ügyvédeket is. Bocsánat, visszatérve a mi témánkhoz, csak ígértem a kedves nézőknek, hogy erről tájékoztatást kapnak. Középiskolás koromban nyáron voltam kerítésfestő, úgyhogy lehet, hogy kerítésfestő. De csak azt a kerítést festett, amit szabad volt, nem? Így van. Na hát itt ez volt a baj, sárga festéken, narancssárgával különösen vigyázni kell. Na, külpolitika. Az Orbán kormány arra játszott hónapok óta, hogy a Trump kormányzat beiktatása az számára egyfajta paradicsomi állapotot teremt a nemzetközi közéletben, mert az elzártsága szemmel láthatóan oldódni fog. Nem csak Putyinnak lesz
kedvenc politikusa, hanem Trumpnak is lehet kedvenc politikusa Orbán Viktor, mert ő már milyen régen kiállt. Ez látszott még akkor is, hogyha nyilván ezzel egy politikus nem áll ki így a közvélemény elé. Ez ügyben óriási lehet most a politikai csalódás? Hogy ez látványosan nem így van? Igen, hát ő erre is érvényes az, amit az előbb mondtam, hogy egy ilyen beismerés szerint, vagy hogy magában káromkodik az ember, ezt talán így nem képzelem el, meg hát különben is lassan derül ki valami, ami már sejthető volt, de azért még nem volt biztos. Tehát még egy-két nappal azelőtt azt lehetett hinni, hogy hát ugye az, hogy az amerikai külügyminisztérium pár nappal ezelőtt elítélte a Soros, vagy általános, és már... A Soros Egyetemnek neve, ez már Soros Egyetem, az emberek igen, a szájára jön, már pedig van ennek rendes neve. Igen, szóval hogy hát ez még, ahogy én úgy fogalmaztam, hogy ezek zárványok, az Obama kormány, a régi State Department emberei mondják ezt. Az igaz, hogy nem nagyon vannak ott még az új emberek, de hát én, mint történész, mindig mondom, hogy nem jósolhatunk. Lehet előre vetíteni bizonyos dolgokat, de csak nagyon rövid távra. Tehát én nem voltam abban biztos, hogy nem lesz legalábbis egy-két évig egy nagyon jó amerikai-magyar viszony éppen a kormányfő és az elnök között, de nem voltam ebben egyáltalán biztos. És abban pedig, hát amennyire kockázhat az ember ilyen kijelentéssel, abban, hogy a Trump-Putyin flört nem lesz tartós, abban eléggé biztos voltam. Egyszerűen az érdekellentétek, és nem csak a múlt terhe, hanem hogy össze fognak ütközni valószínűleg. Ez hamarabb következett be, mint vártuk, és már ez előre vetítette azt, hogy akkor már azért a magyar-orosz viszony is inkább terhelni fogja a magyar-amerikai viszonyt, mint sem mondjuk egy zöld utat biztosít. Meg nem vagyunk mi nagyon kicsik ezzel? Mit tud adni Orbán Viktor egy Trump méretű birodalmi vezérrel? És most ugye nem a testméretről beszélek, hanem azzal, amekkora uralma neki van. Tehát én hát úgy gondolom, hogy kevés, amit kínálni tudunk. Hát egy sok szempontból persze egy kicsiny pont vagyunk, de egyrészt a NATO tagok vagyunk, Európai Uniós tagok vagyunk, és látható módon azért van valaki, aki udvarol nekünk addig, amíg ebben a két szervezetben ott vagyunk, és amíg érdemes udvarolni, érdemes csábítani bennünket. Ha már a vonzerőnk jelentősen csökken, akkor már nem lesz ilyen csábítás sem. Tehát az történt, azt hiszem, hogy talán volt egy illúzió is, hogy a politikában a hála, bár hát egy tapasztalt politikus nem hihet ebben. Tehát az, hogy amikor bizonytalan volt az elnökválasztás kimenetele, vagy az esélyek nem mellette szóltak, jó, azt besöprik, azt honorálják is. De ez nem jelenti azt, hogy ezért most fizetni fognak. De ez a CEU történet, ez nem azért van? Tehát nem azt hitte a magyar kormányzat, Orbán Viktor, vagy az ő tanácsadója, hogy ha Trump ellenfelét ütik, már pedig Soros Trump ellenfele, akkor Trump nem csak, hogy hálás lesz, hanem most már tényleg barátként fogadja Orbán Viktor. Igen, hát valóban azt hitték, de akkor valahol azt kell mondanom, hogy nem jók a tanácsadók, vagy a jó tanácsadókra nem hallgattak, mert az, hogy egy amerikai, ilyen nagyon hazafias, úgy tetszik, nacionalista elnök, aki azt mondja, hogy Amerika mindenek felőtt, hogy amit az angol mondta, hogy my country right or wrong, tehát hogy akár mit teszek, én Amerika érdekét, önző érdekét képviselem. Az, hogyha egy amerikai intézményt támadnak, akkor az a reflex, hogy akkor megvédem. És ráadásul a CEU az nem egy egyedülálló amerikai hátterű intézmény, hanem melyet több, mint egy tucat van, nem is tudom, de két tucat is. A legismertebbek ugye a Közel-Keleten, Kairói Egyetem, Beiruti Amerika Egyetem, de úgy hallottam már Kínában is, Wantán, Shanghaiban. Tehát itt ez egy precedens is, hogy Trump ne állna ki egy amerikai intézményért. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy most ő neki persze Soros ellenfele is, akármennyire utálhatják egymást, de az sem biztos, hogy olyan nagyon utálják egymást, mint ahogy ez most elhangzott, hiszen Trump is demokrata volt élete nagy részében. Van egy múltja, igen, de hát ez Orbán Viktornál is igaz, aztán hol vagyunk már attól. Az, hogy az amerikai-orosz viszony pont a Közel-Kelet probléma körében romlott meg ennyire, az lehet, hogy ön nem lepte meg, de az meglepi-e, hogy a magyar kormány akkor akar a Közel-Keleten megjelenni az iráni atomprogram finanszírozójaként, hát az önmagában nevetséges, de hát adunk mi pénzt arra az atomprogramra, és támogatójaként, amikor éppen abban a térségben áll a botrány? Hát őszintén szólva, az én érzelmem nem olyan fontos, de én is csodálkoztam ezen, és nyilván nem örültem ennek, és én úgy gondolom, hogy
egyfajta szövetségi szolidaritás, az fontosabb még esetleg egy létező anyagi érdeknél is. Az Antal kormány idején kaptunk ilyen kéréseket, akkor még ugye nem voltunk NATO tagok, és nem volt semmiféle kötelezettségünk, csak ugye igyekeztünk a nyugati világgal minél jobb viszonyba kerülni. Tehát volt egy ilyen, hogy egy létező, elég ártalmatlan iráni magyar kereskedelmi ügyületet, talán valami fegyverszállítás, de nem is komoly fegyver, vagy más kereskedelem, hogy Amerika azt gondolja, hogy ez nem célszerű, ez nem hasznos, vagy nem tanácsolja, hogy ezt folytassuk. És erről a kormányban gondolkoztunk, hogy anyagi helyzet a kormánynak nagyon rossz volt, de sokkal fontosabbnak tartottunk, akár erkölcsi alapon is, hogy egy olyan rendszert, ami akkor volt Iránban, ami talán mondhatjuk, hogy azért a mainál is sokkal rosszabb volt, vagy negatívabb, és a rendszer nem is volt olyan stabil. Szóval úgy döntöttünk, hogy el kell fogadni azt, hogy hagyjuk abba azt az üzletet. Én úgy gondolom, hogy ez ma is szempont lehetne, de hát nagyon keveset tudunk erről, és én hát nem mondom, hogy a külpolitikában mindent meg kell tárgyalni, és pláne, hogy a közvélemény előtt, de azért ilyen váratlan lépések az embernek kicsit eláll a lélegzete. Vállalnom a kormányzati feladatot? Hát először is, én soha nem törekedtem erre, én történész vagyok, és nekem is igazán szívesebben nem itt ülnék, bár ő rokonszámos társadalom van. De én könyvet azért örülök, hogy most itt van éppen. Igen, de könyve, van a könyvtermeim, van unokák nevelése, a somlói kertünk művelése, stb. De hát ugye nem én tisztább vagyok az életkorommal, tisztább vagyok ennek a visszhangjával, úgyhogy én mindig azt szerettem, hogyha hallgatnak a véleményemre, ha van valamiről véleményem, úgyhogy tehát természetesen nevetséges is lenne, ha én valamilyen akkor kérdezem másképp, ezzel a politikával tudna annyira azonosulni, amellett, hogy azt mondta, hogy sok szempontból a vállalhatatlanság felé megy, hogy azt mondja, hogy azért lép be valamiért, mert segíteni tud? Hát igen, szóval én segíteni akarok, ez remélem, hogy hihető, hogy az ország javát akarom, és szoktam mondani régen is, nem ma, hogy én minden kormánynak, egyetlen kormánynak sem vagyok ellendrukkere, különösen nem a külpolitikában. Amikor ellenzéki képviselő voltam, akkor is, ha nem támogattam is a kormány egyes lépéseit, de volt, amit nem elleneztem, azért, mert alapjában ő helyesnek vagy nem rossznak tartottam. Tehát itt a politikában a haragtartás sem jót. Van most pártja, amelyikre biztosan szavazna? Hát nincs ilyen pártom, én egy MDF-et szeretnék látni. Hát az nincs. Az nincsen, ugye volt nekünk az MDF-ből kiváltaknak az MDNP, Magyar Demokrata Néppárt. Hát hol van az is már? Igen, hát hogy nem azt mondom, hogy újjáteremtető, ugyanaz nem hát a Fidesz? Építhető föl. Hát a Fidesz nagyon messze elment attól, amit az ember ma jó szívvel tudna támogatni, de hogyha mondjuk azt láttam, hogy fordulat van a külpolitikában, az egyáltalán véleményemet, ezt mindenkivel megosztom, bár politikusokkal, különböző pártokkal. Elég egy külpolitikai fordulat? Egy belpolitikai nem hiányozna? Hát a kettő között megvan a nagyon szoros összhang, vagy legalábbis összefüggés. Ugye egy régi vita, hogy a külpolitika primátusa, ezt mondta Ranke, vagy pedig az, hogy tehát hogy a külpolitika meghatározza, vagy irányítja a belpolitikát, vagy pedig a belpolitika abból fakad a külpolitika. Hát a kettő között kölcsönhatás van, és hol az egyik, hol a másik fontosabb. Nehéz fordulatot eredményezni, hogyha valami rossz irányt mutat valamelyik irányra. Orbánnal el tudja képzelni, hogy ez a Fidesz még megfordul más irányba? Hát nehéz elképzelni. Nincs lehetetlen a politikában, és Orbán politikai pálya is mutat erős fordulatokat. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy azért az Európai Néppárt is, hogyha haragszik is, de a utat nyitva tartja. Hát aztán már meglátjuk, hogy hónap végén is így lesz, ugye ez majd akkor derül ez ki. Így van. Köszönöm szépen. Boldog ünnepet kívánok önnek a családjával. Viszont köszönöm szépen én is.